Magyar Péter néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy az EP képviselőség a világ legnagyobb kamu állása havi 20 ezer euróért. Nagy Attila Tibor politikai elemző, az egyik vendégem, szervusz, jó estét kívánok. Jó estét. Pindrok Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Jó estét kívánok. Lassan lezárul a szavazás, ugye Magyar Péter egy nem várt fordulattal ma reggel megszavaztatta az ő kisegyházának a tagjait arról, hogy szeretnék-e azt, hogy Magyar Péter kimenjen képviselősködni, vagy nem. Mikor néztetek rá erre a szavazásra? Hogy áll most? Pár perccel ezelőtt ránéztem, 75% azt akarja, hogy menjen ki Brüsszelbe. Nem is nagy csoda, mert 8 érvet sorakoztatott. Igen, tehát egy furcsa kommunikáció, ugyebár néhány héttel ezelőtt ő arról beszélt, hogy nem akar Brüsszelben képviselőnek állni, ehhez képest már a választások utáni nap, azt hiszem arról beszélt egy interjúban, arra célzott, hogy hát most az a helyzet, hogy Brüsszelbe is, meg a fővárosi közgyűlésbe is bekerülnie, úgy néz ki a dolog, és most meg is szavaztatja a rajongóit, a szavazótáborát arról, hogy kimenjen-e Brüsszelbe. Ez azért így előre belegondolva, hogy azért éles helyzetek lehetnek majd Brüsszelben a frakciójának, vagy annak a 7 képviselőnek, aki ki fog menni. Tehát, hogy most már felelőssége is lesz ezeknek a szavazatoknak, migrációügyben, genderügyben, a háború ügyében, és mintha ilyen felelősség mismásolás, tehát áttolás a saját szavazóinak, hát ti akartátok, hogy én oda menjek, nem én. Attila, szerinted eldöntötte már ő, hogy menni akar, vagy maradni? Szerintem ő már a választások előtt eldöntötte, hogy ő ki akar maradni. Tehát én nem hittem el neki, csak hogy... ki akar menni Brüsszelbe? Hát én nem hittem el, hogy nem akar kimenni. Hát de akkor ezt miért mondta? Tehát, hogy a hitelességét azért, már rögtön... Azért mondta, igaz, hogy politikus sem akart de azért lenni. Mondta, hogy nem akar kimenni, mert tudta, hogy ezzel szimpátiát vált ki az emberekből. Hát de ez nem a nép egyszerű gyermekeként. Ő nem akar kimenni, ő dehogy akar meggazdagodni. Dehogy, jó, hát tehát ebből rossz politikusok csak, én nem. Én magam személyesen is tapasztaltam, mert én Magyar Péter több vidéki gyűlésén kint voltam, tehát hogy az embereknek ez tetszett. Igen ám, csak ugye most létrejött egy olyan helyzet, hogy a Vártnál is több mandátuma lett a Tisza pártnak, és ez jó alkalmat ad Magyar Péternek, hogy hát meghazudtolja a korábbi szavait, és viszont miután ő tudja, hogy itt veszélyes terepre tévedt, tehát itt a hitelessége kerülhet veszélybe, annak érdekében, hogy ne csökkenjen a népszerűsége, és ezt ügyesen csinálja, valljuk be, megkérdezi a saját híveit, illetve bárkit, tehát nem még volt ez zárva. Végülis mondod, amit én mondtam. Tehát a felelősséget egy kicsit úgy áttolja a szavazótáborára. Igen, ezzel alapvetően... Gyerekek, nem én akartam, ezzel, én ártatlan vagyok. Ezzel alapvetően egyetértek, de azt is jól csináltam, vagy ügyesen csináltam, hogy a Facebookon, ahol ő felsorolta a dilemmáit, úgy befolyásolta a szavazókat, hogy sokkal hosszabban érvelt amellett, hogy kimenjen Brüsszelbe európai parlamenti képviselőnek, és csak egy másfél sorban írta le, hogy mi az az ellenérv, ami miatt nem kéne elfogadni az EP mandátumát. Egyébként az érvei logikusak, ezt azért tegyük hozzá, csak hát korrektebb, őszintébb lett volna ezekkel előállni még a választás előtt, csak akkor nem biztos, hogy a Tiszának 29%-a lett volna. Hát de pontosan annak fényében, ennek a csetváltás fényében, ami most napvilágra került, azért elég furcsa az ő hozzáállása ez az egész európai parlamenti képviselőség. De akkor ő még nem volt politikus. Hát ez néhány... Nem láthatta előre, hogy ő a Tiszapárnak lesz. Ez néhány hónapja volt, tehát egy magánember, aki figyeli a politikát, van véleménye a politikáról, de akkor se volt még neki az őszinte véleménye ott van ebben a nyilatkozatban, hogy ez egy viccálás 20 ezer euróért. Jó, de mondta, ugye februárban... Sőt, még most bizottsági elnök is szeretne lenni, tehát ez még nem jó, biztos, hogy ő akar lenni, a néppárt állítólag ezt ajánlja. Hát tehát a Weber ezt ígérhette. Valószínűleg ezt ígérhette. Én itt azért nem csak pozícióhalmozás, meg pénzügyi lehetőségeinek a megjavítását látom, hanem valóban annak az igényét, és ő ezt becsületesen meg is írta,
hogy a Tisza párt megpróbálja a befolyását európai szinten kialakítani, amennyire lehet növelni. Az mindenképpen fricska a Fidesz számára, hogy a Fidesz ugye pár évvel ezelőtt elhagyta az Európai Néppártot, Magyar Péter a helyükre meg most bemegy, és a Fideszek még az is, a Fideszek, mindjárt befejezem, tehát a Fideszek még az is rossz, hogy az Európai Néppártnak nem hogy csökkent a mandátumai száma, hanem nőtt. Tehát az Európai Néppárt viszonylag jól került ki ebből a ciklusból, egyértelműen az lesz a legnagyobb pártcsoport az Európai Parlamentben, és Magyar Péter hozzájuk tud csatlakozni. Annyiban egyetértek veled, hogy persze némi kockázat van Magyar Péter számára, hogy konkrét ügyekben hogy foglal majd át. Hát mert konkrét ügyekben az Európai Néppárt eddig is a szocialistákkal, meg a liberálisokkal működött együtt. Tehát genderügyben, háborúügyben, migrációügyben, és itt ezek a legnagyobb témák, ezben mindegyikben ezekkel a liberális, baloldali pártokkal működtek együtt, sőt, hát az Európai Bizottság elnöke is az ő pártcsaládjukból került ki, most nem tudjuk, hogy ismétele Ursula von der Leyen, de van rá esély, hogy ismételjen, és azt tudjuk, hogy ő egy háborús elnök, a Politico megírta, tehát most ez a kockázat is benne van, hogy egy olyan csoporthoz, olyan frakcióhoz csatlakozik, amely ezeket a témákat támogatja a magyar érdekekkel szemben. Na most itt lesz izgalmas, hogy ő milyen politikai teljesítményt nyújt majd, mert a platókocsiról bármit lehetett mondani, nem volt semmilyen tétje annak, hogy mit mond, most következik a politikai akciózás, a teljesítmény. Tehát most már teljesítménynek hogyha, is kell lennie. Csak egy érzetnek. Hogyha jól értem a Fidesz mozgását, a Fidesz is szeretne valamelyik európai pártcsaládhoz, illetve frakcióhoz csatlakozni, és szeretne például Melonival összefogni. Na most a Fidesz kommunikációjában Meloni is háborúi párti, hát ő egyértelműen Ukrajna mellett van, tehát fegyverszállításokat is támogatta. Nem olyan szinten, nem olyan szinten, de azért elég határozottan. Katonákat nem küldene Ukrajnába? Hát olasz katonákat nem, de ettől még a fegyverszállításokat Meloni támogatta. Azért más dimenziója van. Magyarul látom kellemetlen, de akkor is hadd mondjak. Tehát ha nem kellemetlen, akkor hadd mondjak annyi félmondatot, hogy ha Orbán Viktor egy pártcsaládban, egy frakcióban lesz Meloni pártjával, akkor a Fidesz-re is rá lehet majd sütni, hogy háború párt. Jó. De nem kizárt, hogy Le Pen is ott lesz, tehát hogy egy nagy pártcsalád alakul, és Le Pen pedig háború ellenes, tehát egyértelműen az ő kampányában megjelent a béke. De Meloninál kevés. A franciáknál megjelent a béke egyértelműen, még azért a másik oldalon. Igen, csak én mondom, érdemes vigyázni az Orbán-Meloni szövetséggel. Kis időt szenteljünk a fővárosnak is, megy egy Skander meccs Karácsony Gergely és Vitézi Dávid között. Karácsony beadta a kúriának az indítványt a főpolgármester választás megismétléséről, azt mondja, hogy rendszer szintű problémákat tapasztalt, Vitézi Dávid módszeresen elkövetett visszaélésekről beszél, tehát ki mit akar hangsúlyozni? Itt már lehet, hogy a szavazók elveszítik a fonalat. Tehát, hogy olyan, tényleg valóban olyan helyzet alakult ki a fővárosban a főpolgármester választáson, hogy 40 szavazat. A különbség, ez egy nagyon vékony különbség, és valóban itt a legitimitása a főpolgármesternek nagyon erősen megkérdőjeleződik, meg megkérdőjeleződhet a következő 5 évre, ugyebár. Tehát így nehéz neki futni egy ciklusnak, főleg úgy, hogy Karácsony, és szerintem Vitézi is tisztában van azzal, hogy nem lesz testületi többsége. Tehát nagyon nehéz lesz vezetni bárkinek a fővárost, és ezért láthatóan taktikáznak a Karácsony új választásokat, akkor nem tudom, hogy egy új választással egyébként beljebb lesz-e bárki is hát ebben a dologban. Ez majd, hogy nem lehetetlen, 30 napon belül meg kellene tartani, ez azért kockázat. Nyár van, szóval ez a politikai, hogy is mondjam, mik ezek a sorozatok? Politikai sorozatok a televízióban, televíziós sorozatokra emlékeztet már ez a forgatókönyv. A választók meg fogják ezt tudni, de szerintem azt is meg fogják unni, ami Budapesten lesz, hogyha nem történik majd semmi, mert egyedül tehát cégvezetőket sem lehet majd megválasztani. Olyan nagy az Attila sokat sejtett, utalt arra, hogy nyár van.
Nyár van, tehát, de a nagyobb probléma az, hogy szerintem Karácsony Gergely nem gondolja teljesen komolyan azt, hogy meg kéne ismételni a főpolgármester. Igen. Ugyanis arról van szó, arról van szó, hogy Karácsony Gergelyt a jogi szakértői valószínűleg már tájékoztatták arról, hogy valami kevés jogi esély van arra, hogy a kúria elrendeli az új választást. Azért van erre valami kevés esély, mert hogyha az ember megnézi egyrészt a törvényt, másrészt megnézi a kúria korábbi joggyakorlatát, én most készülve az adásra ebbe egy kicsit belenéztem, és arra jutottam, hogy a kúria korábban azt mondta, hogy egy szavazás, választás megismétléséhez többek között az kell, hogy a jogsértés egyértelműen befolyásolja a választás eredményét, másrészt pedig azt is bizonyítani kell, hogy a választási bizottság határozata, nevezetesen a Nemzeti Választási Bizottság érvénytelen szavazatokra vonatkozó újraszámolási határozata jogsértő volt. Na most én úgy látom, hogy tekintettel arra, hogy a Nemzeti Választási Bizottság egyhangulag állapította meg az új eredményt, nagyon nehezen tudom elképzelni, kizárni teljesen nem, de nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a kúria, aztán majd az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy legyen új főpolgármester választás, de Karácsony szerintem ezt tudja, viszont mondhatja azt, hogy milyen szimpatikus vagyok, mert lám, még az ellenfelemnek is próbálok kedvezni. De az igazmondó politikus. Igen, de hogyha új főpolgármester választás van, akkor az azért a testületen is el kell gondolkodni, a testület, akkor ebben az esetben igen, marad. De azt nem érinteni ez az indítvány. Ebben az esetben marad, tehát teljesen mindegy egyébként, hogy ki lesz a főpolgármester. Egy ilyen testülettel azért most még ne prejudikáljunk, bár gondolkodhatunk a dolgon. Egyik pártnak sem, az ott lévő pártoknak nem célja az, hogy együttműködjenek egymással, verejtékes, hogy többséget teremtsenek, és a Karácsony frakciója a legkisebb. Verejtékes napoknak nézelében. Nagy Attila, Tibor, Pindrok, Tamás, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.